Egeresi Sándor és Szabó József a Kadarka Szőlészek, Borászok és Kertészek Egyesületének vendége volt Bajsán. A találkozón a termelők helyzetéről, problémáiról esett szó. A 200 éves borkultúrával rendelkező településen újra reneszánszát éri ez a tevékenység, emelte ki Egeresi Sándor, majd hozzátette, fontosnak tartja, hogy a borturizmus fellendüljön a térségben. Nem kell külföldre menni az embernek, a bácskai embernek azért, hogy jó bort igyon, csak át kell ide jönni Bajsára, hiszen a bajsai bortermelők ma már nagyon minőséges, és mondhatom, nem csak etájra jellemző borokat termelnek, hanem népszerűek a boraik most már szélesebb régiónkban is. A Topolyai Mezőgazdasági Iskola is rendelkezik szőlőfölddel, a diákok tavaly már készítettek bort. Fontos, hogy a termeléssel és gazdálkodással a gyakorlatban is megismerkedjenek. Mezőgazdasági fejlesztési alapból sikerült ezt a szőlőültetvényt elültetni 3 évvel ezelőtt, és tavaly nagyon szép évünk volt, tehát nagyon jól sikerült a szőlőtermés, és az első borunkat is már elkészítettük. Szabó József, a Tartományi Mezőgazdaság Fejlesztési Alap igazgatója a találkozó során a hitel lehetőségekről beszélt a termelőknek. Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben hitelfelvételre szánják el magukat, kizárólag a fejlesztési alaptól igényeljenek pénzt. Az alapnál 1,2%-os a kamat, míg a bankoknak sokkal nagyobb terhekkel kell visszafizetni a pénzt.